Már javában zajlanak a próbák a forgatós házatáján, mivel a hagymafesztivál mellett meghívást kapott a csapat a Szeged-Csanádi Egyházmegye legújabb sportkomplexumának ünnepélyes átadójára is. A Koltai Gábor által rendezett kulturális kavalkádon fellép számos neves együttes és művész. A megtisztelő felkérés részleteiről Dr. László, a Makkói Tánc Együttes művészeti vezetője számolt be televíziónknak. 8-án egész napos folklórműsorokat fogunk bemutatni. A stadionon belül lesz 8 vagy 10 színpad, ahol külön a gyerekcsoportjaink fellépnek önálló műsorokkal, külön a felnőtt csoportjaink, és majd délután 5 óra magasságában lesz egy 20 perces megnyitó ünnepség, amit a Koltai Gábor rendez, és én koreografáltam, amit a Koltai Gergely írt zenét, a Kormorán együttese, annak a zenéjére lesz megkomponálva ez a 20 perces műsor. Ez bent az új füves pályán lesz bemutatva. Állítólag mi úgy tudjuk, hogy teltház lesz, tehát közel 10 000 ember fér be a stadionba. Dr. Bagaméri Andrea művészeti asszisztens kiemelte, hogy a forgatós táncegyüttes kiegészül a Dunaújvárosi Vasas táncegyüttessel, valamint a Szerencsről, Érmihályfalváról, Pécskáról és Debrecenből érkező neves egyesületekkel. Így alkotnak majd egy nagy csoportot a jeles eseményen. A hétköznapokban mindenki végzi a saját feladatát, de amikor van egy ilyen közösségépítő feladat, akkor az első hívó szóra összejövünk. Makón a hagymafesztiváli bemutatónkat követően lesz a nagy összefésülős próba, ahol ezek a táncosok ide leutaznak, és közösen fogjuk a táncos részeket, amit mindenki saját maga megtanult, összedolgozni a férjem vezetésével, és ezt követően szombat-vasárnap, mint egy nagy együttes, együtt fogunk lüktetni, és együtt fogjuk követni a rendező úr utasításait, és a színészekkel közösen fogunk dolgozni. A táncos produkció családi nap követi, majd végül egy közös mise zárja.